Imádtam halloween -t. Egészen 12 éves koromig jártam cukorkákért házról házra. Az utolsó ilyen alkalomkor a legjobb barátommal, Jackkel mentem. Ő is legalább annyira szerette ezt az ünnepet, mint én. Abban az évben mindenki vadul viselkedett, de kamaszként halloween ez normális, azt hiszem. Az egyik utca végén volt egy ház, ahol az ablakon keresztül látni lehetett, hogy fel van kapcsolva a villany de díszeket nem láttunk az udvarban, nemhogy még édességeket. Senki sem ment már oda, de mi valamiért kíváncsiak voltunk, és az ajtóhoz sétáltunk. Mondtam Jacknek, hogy nem is adnak semmit, legalább megpróbáljuk. Jack oda az ajtóhoz, hogy bekopogjon, de akkor kinyílt az egyik ablak, elbizonytalanodott, inkább letette a kezét egy suttogó hang ekkor azt mondta, Gyertek be, kaptak édességet, nagy a választék. Az ajtó kinyílt, és Jack, mint aki nem ismer félelmet, besételt. Megkérdeztem tőle, hogy nem felelőtlen egy kicsit csak úgy bemenni egy idegen házába. De mielőtt még válaszolni tudott, valaki befogta a száját. Beljebb rántotta őt, és bezárta az ajtót. Én próbáltam kinyitni és megmenteni Jacket, de nem ment. Hallottam, hogy próbál ellenállni, és valami összetörik. Kiabálni kezdtem, de senki sem hallott olyan távolról. Nem volt telefonom, ezért visszafutottam a többi gyerekhez, és kértem, hogy segítsenek, de ők azt hitték, hogy át akarom őket verni. Távol megláttam egy rendőrt, akihez odarohanva elmondtam, mi történt, de ő sem akarta nagyon elhinni. Minden esetre mondta, hogy szálljak be a kocsiba, és navigáljam, merre van az a ház amikor odaértünk Jack teste a földön hevert véresen és összeverve. Ekkor már komolyan vett engem a rendőr. Kiszaladt az autóból és Jackhez futott. Szerencsére még életben volt, de rettenetesen nézett ki. Kihívtuk a mentőket, addig a rendőr vigyázott ránk. Az erőszakos férfit elkapták, és azóta börtönben ül. De ez az este elég volt arra, hogy egy életre elmenjen a kedvünk Halloween ünnepétől. Az volt az utolsó alkalom, hogy elmentünk cukorkákat gyűjteni. Amikor még kicsi voltam, a szüleim gyakran vittek a nagyszüleimhez és azonok a testvéremhez. Közel laktak egymáshoz, köztük csak egy ház volt. Elovinkor is mindig a nagyémhoz mentünk, aztán a legjobb barátom és én átugrottunk az unokat esóméhez. Mindig sok édességgel várt minket. A házat közöttük kihagytuk, mert féltünk a nőtől, aki ott lakott. Rozsdás láncokat hordott a karjain, és néha a nyakán is. Nagyon magas volt, majdnem két méteres, és szépen mondva, nem volt a legvékonyabb. Ránézésre látszott, hogy egy bolond nő. Mindig mellette kellett elsétálnunk, mert kint állt az ablaka előtt. Annyira félelmetes volt, hogy sosem mertünk arra menni egyedül. Néha a másik ablakánál is látni lehetett, de akkor mindig öntözte a növényeit. Akárhányszor elmentünk mellette, azzal fenyegetett minket, hogy az ördög sosem alszik, és eljön értünk. A nagyszüleim azt mondták, hogy ne törődjek vele, kerüljem őt. 25 évvel ezelőtt, amikor 8 éves voltam, a barátom azt mondta, hogy nem merek oda menni az idős nő ajtajához. Nem akartam gyávának tűnni, szóval megtettem. Nem tudom, mi ütött a haveromba, de becsengetett. Csapkodást és hörgést hallottunk bentről. El akartam már futni, de a nő kinyitotta az ajtót, mi meg lefagytunk. Valamit tartott a kezében, majd szó nélkül felénk nyújtotta. Emberi fejnek nézett ki. Mindketten a nagyszüleim házához rohantunk. Zokogtunk és remektünk. Nagyom azt mondta, hogy biztos csak egy halloween dísz volt az, de legközelebb kerüljük azt a házat. Újra kimentünk, inkább a másik irányba, nehogy összefussunk a vén boszorkányjal. Egy hónappal később a nagymamám felhívta az apumat, hogy az unokatesómat megtámadta az öreg asszony. Bevásárlásból jött haza, táskákkal volt tele mindkét keze. A saját ajtójához érve a semmiből megjelent az öreg nő, és egy lánccal folytogatni kezdte az unokatestvéremet. testvéremet a táskák, amiket hozott, kiestek a kezéből, és alig kapott levegőt. Életért küzdve a lábával az ajtót kezdte rúgdosni. Szerencsére a férje otthon volt. Az ablakból látta, mi folyik kint, és rögtön segített. A vénasszony hazafutott. A szunoka testvérem pedig mély a nyaka körül túlélte a támadást. A rendőrök még aznap éjjel elvitték a nőt. Amikor átkutatták a házát, Borzalmas dolgokat találtak. Alagutakat ásott a házában. Az egyik ilyen alagút a nagyszüleim háza felé vezetett, a másik, amely kész volt, az pedig az unokat ami még szörnyűbb, hogy az emelete egy oltárként szolgált. Tele volt gyertyákkal és furcsa rajzokkal. A szoba közepén egy igazi levágott emberi fej hevert, az, amelyiket nekünk mutatott ha nem állítják őt meg, az unoka testvérem lett volna a következő áldozata.